A romániai külügyminisztérium is jóváhagyta azt a szöveget, amit a két fél a testvérmegyés megállapodásban alá fog írni, hangzott el a közgyűlésen. A megállapodás jogi értelemben is magasabb szintre emeli a két térség kapcsolatát, a közös projektekben való együttműködést segíti, és a nemzeti összetartozást is erősíti. A határon átívelő uniós támogatású programok között a turisztikai örökségvédelemben folytatódhatnak a már megkezdett fejlesztések, de gazdasági, szociális és egészségügyi területen is lesznek pályázatok. A két kórház között is lesz együttműködés, pályázati együttműködés is a Magyar-Román Együttműködési Programban, ugyancsak ebben a bizonyos flagship eljárásrendben tervezi a két megye, illetve a két intézmény, hogy együttműködik pályázati vonatkozásban, egészségügyi területen, és gazdasági fejlesztésben is vannak pályázatok, amelyben remélhetőleg települési önkormányzatok, civil szervezetek, gazdasági társaságok fognak pályázni és sikerrel szerepelni. A közgyűlés szocialista frakciója szeretné, ha ezekből a pályázatokból a települések igényeihez igazított fejlesztések valósulnának meg, olyan beruházások, amelyek mindkét fél érdekeit szolgálják. Nagyon fontos a határmenti kapcsolat, különösen Szatmár megyével, mivel szomszéd megye. Csak van egy kis ellentmondásunk, mert a múltkori közgyűlésen meg pont az a vita jött ki, hogy Nyírbátor szeretett volna egy határon túl átnyúló programban részt venni, egy ilyen infrastruktúra, jól tudom, útinfrastruktúrába, és ezt a Fidesz frakció megtorpedozta. Tehát kérdés néha felmerül, hogy kinek fontos. A megyének fontos lenne, de akkor csak kik vehetnek részt benne. A Jobbik fontosnak tartja, hogy olyan megállapodás jöjjön létre, amely amellett, hogy segíti a megyék fejlődését, azonos kötelezettséget is jelent mindkét fél számára, például a környezetvédelem területén. Szatmár megye és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye közötti együttműködés nagyon-nagyon fontos kitűzött céljai között szerepel a környezetvédelem. Jelen esetben arról beszélhetünk, hogy sajnos ezt a magyar fél komolyan veszi, tehát Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés és az itt élő emberek komolyan veszik. Ugyanakkor a Szatmár megyei tanács véleményem szerint sem politikailag, sem szakmailag nem állja meg azokat a követelményeket, amiket feléjük támasztani kell. Nem csak politikusként mondom ezt, hanem magánemberként, aki a Szamos-Tisza-Kraszna partján élek. Tulajdonképpen arról van szó, hogy folyamatos, hosszú évek óta tapasztalt szennyezések érkeznek, mind pillepakkok, vagy olajos dobozok, vagy szilárd hulladék, kommunális hulladék formájába, mind pedig folyékony szennyezési anyagok formájába. Ezt meg kell állítani. A testület zárt ülésen tárgyalta és határozott a 2014-20-as programozási időszakban az egyes Európai Uniós alapokból származó támogatások felhasználási rendjéről.